Na, szavaztuk, ez egy újabb Minecraft videó, és ezen belül is egy újabb Minecraft mod kipróbálása. Mondjuk hát ugye a Bedrock bármelyik verzión, hát ugyanezek a mobok vannak, gondolom, meg lehet a Java-ba is, nem tudom. Tök mindegy, az a lényeg, hogy egy újabb moddal fogunk játszani, és ez a mod nem más, mint az Advanced Farming mod. Kíváncsi vagyok. Elvileg ilyen farming szimulátor lesz, és lesz egy map megadva elvileg, ahol nekünk már el kell kezdenünk ezt a farmolást, és elvileg lesznek ilyen gépek is, ilyen mezőgazdasági gépek, kíváncsi leszek. Elég jó, olcsó egyébként, 700 forintos mod. Kíváncsi leszek, hogy mit kapunk egy ilyen modtól. Na, start your farm. Oké. Okay. Lehet izelni, csillagot adni. Oké. Okay. Miket írnak? Join izé. Creator promo. Oké. Okay. De ez a mod egyébként olyanoknak lehet kedvező, akik szeretnek farmolni a játékba, ültetni, meg ilyenek. Én szeretem. De bekerültünk egy ilyen szobába, okay, és ott már van egy ilyen kis farmház. Wow, ott van valaki. Clyde. Vov. Kaptunk egy ilyen AI-t. Ki majd segít nekünk? Ó, más a textúrája a ládának. Wow. És ez mi? Polc. Oké. Okay. Na, és akkor hogy kerüljek ki ebből a házból amúgy? Itt van egy ilyen hálószoba, vagy micsoda. Felmegy egy olyan izé lépcső, vagy mi ez, létra. Jó, kikerültünk. Oké. Okay. Itt vagyunk. Mi a helyzet, bátya? Ó, még van szinkron is. Ő a izé, szomszéd. Oké, okay. Mutat nekem valami helyet. Oké, okay, követlek, bátya. Ó, mi az? Azt hittem már repülők, hallod? Valami sasok, vagy nem tudom mi. Ó, mi az? Greenhouse. Aha, itt lehet növeszteni ilyen izéket. Oké, okay. Na, ennyit én is tudok. A izének. Ugye nekem nem kell itt mondani, mert olyan expert vagyok ebből, csém, hogy egyből egy izét, gazdaságot fogok felépíteni. Más a textúrája izének, ennek a micsodának. Wow. Nincsen valahol elrejtve egy kis csontpor, hogy itt megnövesszük a... Felturbózzuk itten ezt a növekedést. Nincsen valami szteroidpor ezeknek a... szídenek, vagy mik voltak, izék voltak, nem? Nem tudom, milyen magok voltak, izé. Céklamag, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Ó, hogy néz már ki ez a pali, hallod? Egy foga van neki. Nagyon autentikusan néz ki ez a farmer csávó. Ah, és akkor vannak itt ilyen farm épületek. És vannak benne állatok, nem? Azokat is gondolom, majd nekünk kell beszerválni. Na figyú! Meg kell... Ó, még ilyen izé is van. Itt gondolom, ilyen lovak lennének, meg telnek, aha. És akkor nekünk kell itt mindent felépíteni, vagy... És hát életet lehelni ebbe az üres farmba. Ez elég géretesen néz ki. Arra van egy olyan hítszerűség, hogy nem tudom. Mindjárt, majd lehet megnézzük, nem tudom, hogy milyen gyorsan nőnek ezek. Még nem nőttek ki. Hát még nem nőttek semmit azok a magok, szóval gondolom addig körbenézhetünk. Wow, ott van valami. Ott van egy ember, nem? Meg egy, ez mi? Posta, izé, kereskedés, wow. Milyen fertilizer, ez mi? De valami magot kell berakni elvileg. Van izénk is, tudunk javítani, meg ilyenek. Ez mi? Azt a farming tips. Halljátok, meg ilyen tippeket is adnak, gyerekek. Ez hihetetlen. És kik ezek? Jó, van ilyen izé, szakácsszerű valami, nézzük csak. Ezeknek húst kell adni. Egyet, gondolom mindenkinek azt kell adni. Aha, és ez mi? Hát, traktor. Rusty old traktor. Hát valami... Oké, okay, jó, biztos.
Ez mi? Pet collar. Pet valami. Nyakörv, vagy micsoda. Jó. Jó, tehát még ilyen tippeket is adnak nekünk. Oké. Okay. Meg akarom nézni azt az izét, azt a hidat. Még van ilyen izé is. Mi ennek a neve? Pózna vagy mi? Villany Pózna. Oké, okay, és kapunk egy ilyen kis hidat, válasz, tök menő, néz ki amúgy. Van itt ilyen kis folyó, nagyon-nagyon hangulatosan néz ki ez az egész map. És akkor itt jövünk még, és akkor vannak még itt több épületek, aha. Ez nem tudom, mi valami erőműszerűség lehet, most nem megyek fel, hogyha nem gond. Lehet szerezni még ilyen izéket, magokat? Aha, lehet szerezni, wow. Meg lehet hackkelni a rendszert. És mekkora, milyen nagy ez a map amúgy. Nincsen éjség, izénk amúgy most tűnik fel, szóval a rohangálatunk végtelen ideig nem leszünk ilyesek. És igen, még kapunk egy ilyen kis textúra változást is a földbe, meg ilyen épületekbe is amúgy, a blokkok. Kaptuk egy kis új textúrázást, szóval feldobja az alapjáték textúrát, vagy hát egy vizuális élményt, úgymond. Elég jól néz ki. De, ó, itt egy macska. Ez patkány. Mi a fasz? Ezeket ki kell írtani, nem? De ezek tönkre teszik a gazdaságot. Na azért mondom, dögöljé meg. Nem lehet kirakni azért patkánycsapdákat, vagy egércsapdákat. Ó, micsoda szép házam amúgy. Ja, hát ez, ebből én jöttem ki, nem? Hát ez az én menő házam, igen. Jó, ezeket el lehet ültetni, ugye? Jó, ki, hát az út közepén. Ó, még egy patkány, mi a szar? A házam közelébe patkányok rohangálnak. Ez a problémát nagyon gyorsan majd orvosolni kell. Jó, megnézem, hogy mi a helyzet a greenhouse-ba. Hogy nőtte valamit az izé, meggondolom, csak akkor, aha, már volt egy kis növekedés. Ezeket elültetem ide. Jó. Meggondolom, csak akkor tudok tovább haladni, mert akkor kapok új konstrukciókat, vagy miket. Ilyen utasításokat, hogy hogyan tovább, hogyha gondolom, telültettem ezt a greenhouse-t, vagy én nem tudom. De itt is még van kijövünk, és akkor van egy ilyen kis izé. Arra majd kíváncsi leszek, hogy lehet használni ezeket a izéket amúgy. Ezeket a gépeket amúgy. Ha interakcióba lépik ezzel a palival, akkor mi történik? Valami chicken. Aha, ide kell majd chickeneket izelni. Ja, már vannak is, és ezek is ilyen máshogy néznek ki. Aha, itt vannak a chickenek, jó. Hogy lehet, hogy követni kellett volna ezt a palit amúgy, és akkor már rég mutatott volna nekünk egy csomó új dolgot, lehet amúgy. Meg elrohangáltam mindenfele, de mindegy, legalább körbenéztünk. Felfedeztük a környéket, na itt lesznek a telnek, fogadjunk, hogy a lovak. Born, az mi? Aha, itt lehet mindenféle állatot izélni. Aha. Igen, ezt tudjuk. Jó, tehát ezt már megjósoltuk nagyjából, itt lesznek a telnek, amiket tudunk ugye szaporítani a... mi ez? Azt tudod, hogy néz ki? Ez is ilyen új textúrát kapott. Aha, itt vannak izék, telnek, szóval ó, patkány is van, azt le kell vadászni. Ja, van tapoljuk. Ja, várjám, ez lehet ide kell őket kötni, nem, hogy egyenek. Vagy én nem tudom, mert... Hogy szaporítani izé... Mondjad már... Izével tudjuk, igen, izével, most nem jut eszembe a neve pont ilyenkor, amikor eszembe kéne jutnia. Na gyere már ki! Gyere ki! Ez nem jön ki. Túl nagy. Mi ez, izé, szteroiddal letettek ezeket a izéket, annyira nagy darabok. De ez rendes bika, ez nem izé. Ez nem tején. Ezen már rodeózni kéne. Na jó, ide kötöm. Na, ide kötés. Na, most meg nem tudom oda kötni. Whatever, man, jó. Mutassad nekem az újtat.
hogy várj, mert lehet, itt kéne. Jaj, tényleg, hát van nekik ilyen kifutójuk, vagy micsodájuk, hát jó van, na. Azt hittem, hogy én már professzionális farmer vagyok, de nem, mert itt olyan mechanikák vannak, amikről én még nem is hallottam, gyerekek. Na, miért most még nem lehet odakötni? Na, itt van, egyed meg. Edd meg, tes... Ah, hagyjuk, hagyjuk. Ó! Oh! Great job, azt mondta. Ó, oh, oké, okay, vissza lehet menni, jó van, de gyere csak be. Nem akarom, hogy itt elizéljünk egy telnet, elveszítsünk. Gyere már be. Tuszkód már be magadat, te. Na, menjél be, és elengedés. Be, jó, tessék, majd megetetjük, visszakapja izéjét. Kaptunk ilyen manúrt. Az mi? Ez trágya, vagy micsoda? Nem is csontporral kell neveszteni az izéket, hanem trágyával, hát ilyen real life izés. Vagy nem a greenhouse-hoz vezet, ez új épület, ez ó, még ilyen izék is vannak. Trading hall, oké, ezt már tudjuk. Itt tudjuk eladni a cuccinkat. Coinokat lehet venni. Ó, és hogyha trade-eltünk, akkor follow-oljuk őt. Oké. Akkor meg kell keresni. Ó, van ilyen izénk. Honnan kaptunk ilyen vítet? Ami búza. Végre eszembe jutott. Nem búzát kell ennek trédelni. Most kivel lehet trédelni búzát? Ami szakáccsal? Ja nem. Nem szakács, nem butcher. Hentes vagy húsá, izé, valami. Te vele se lehet trédelni? Na akkor már tudti, te leszel az, ugye? Nem, ő vele se lehet. Ha kivel lehet trédelni, akkor már tudti, te leszel az. Igen, ő az, let's go. Na, igen, adjad nekem a coinokat, bátya, jó? Van coinom. Let's go. Már gazdagok vagyunk. Remélem, hogy mobok nem fognak bespawnolni amúgy, az... Nem lenne valami szerencsés. Na, és akkor mit csináljuk a coinnal? És a coinnal tudjuk majd megneveszteni a búzát, vagy amiket ültettünk. Ja nem. Ó, ott egy traktor, azt nem is vettem észre. Igen. Ó, oké. Köszönjük szégyen. Azt mondja, kimegyünk a földre, oké. Okay. Hát ez eléggé lassan megy amúgy. Ó, van ilyen wrenchünk, ez mi amúgy? Ez a kulcsa neki, nem? Vagy valami ilyesmi, nem tudom. Új kifejezések vannak, amiket nem is ismerek. Na! Fogadjunk, hogyha valaki egy farmon él, akkor már rég kispeedrunolta volna ezt a izét. Amúgy. Egyből már olyan izéket tudna, amiket mi nem. Mert mi a boltból vesszük meg a dolgokat, nem pedig megdolgozunk érte két kezünkkel. Nem tartunk állatokat, meg termesztünk búzát, hogy legyen kenyér, mi csak bemegyünk a boltba, megveszünk az cső. Nagyon könnyű. Akkor meg itt vagy. Hát. Bigyó, elsőnek a Minecraftba leteszteljük a farming knowledge-unkat. A branch knowledge-unkat, vagy knowledge, hogy mondják, hogy mondjam. Helyesen. Utána majd IRL is. IRL is, gyerekek, elkezdünk. Jön valami apokalipszis, akkor már nem kell aggódni, mert játszottunk a Minecraft Advanced Farming modjával, és már élőbe is túl fogjuk élni. Mert tudjuk, hogy kell majd mezőgazdaságot folytatni. Ó, de jó. Igen. És akkor ide kell majd egy nagy búzaföld. Azt tudod, milyen... Ez teleültetni, geci? Az... Hát igen, ez a csém, ez... Farming Empire lesz.
És akkor több izét tudunk majd trédelni, több coint. Hát ez hihetetlen. De most itt nincsen izé, nem? Nincs víz. Akkor most mi a logika, hogy a greenhouse-ba kell izé? Na most nem működik. A greenhouse-ba kell... micsoda? Víz, de itt a szántóföldön meg nem kell. Mi van, ha eltörik a izém amúgy? A... ez a kaszám, vagy mi ez? Na, menj már innen, kapa, nem kasza. Jó, így mi? Jó. Ezt elültetjük, oké. Okay. A greenhouse-ba is nő már a anyag. Itt is nő már, mindenhol. Rendes farming empire vagyunk. És hogyha ez megnő, akkor tudunk trédelni ilyen coint, amiből elég tudunk venni több ilyen gépet, ami menőbb. Oké, hát akkor szerintem ez a videó ennyi lett volna. Lehet, hogy majd lesz még majd több rész, meg próbálgattam még. Meg ilyenek. Hát ez lett volna ez a farming simulator. Izé nekem tök jó pofa, tetszik, amúgy el lehetne vele játszogatni, meg ilyenek. Elég hangulatos, jó néz ki. Vannak benne textúrváltoztatások. Textúrváltoztatások, ugye? És nincs egy hasonló ilyen Breaking Bad-es változatban, amúgy, hogy nem izéket kell termeszteni, ilyen mezőgazdasági növényeket, hanem valami érdekesebb, izgalmasabb növényeket amúgy. Nincs ilyen Breaking Bad-szerű, hogy itt vagyunk egy sivatag közepén, kapunk egy lakókocsit, aztán főzőcskézni kell nekünk. Aztán megvan egy valamennyi zacskóny anyag, akkor meg eladjuk ezt, akkor egyre menőbbek leszünk, és akkor este van, és hogy remélem, hogy tudunk aludni ebbe a nagy izébe. Igen, tudunk aludni, hihetetlen. Nagyon jó. Na, hát akkor tényleg ez lett volna ez a rész, kösz szépen a figyelmet, hellóztok!